Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és megköszönöm Csongán szúnyomnak, hogy fölkélt erre a ma esti darma beszédnek a bevezetőjének a megtartására. Nagy meglepetés volt számomra. Nagyon szép napon vagyunk túl, azt gondolom. Rengeteg minden történt. Nagyon sokat beszélgettem veletek, többetekkel. Óriási élmény volt. Remélem, hogy nektek is. Rengeteg kezdő Gyakorló jön ilyenkor ide. Erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan tartsuk meg a kedvünket ahhoz, hogy a gyakorlást folytassuk, ami most itt elkezdődött. Ezért el szeretném mondani, hogy nekem hogy történt, velem hogy történt ez a dolog. Hát, ha egy kicsit a saját példámon keresztül tudok egy pici utat mutatni arra nézve, hogy hogy kerülhet ide bárki, akár erre a párnára, ami most nekem azért meglepetés és egy kicsit kihívás is, mert azért ennyi ember előtt én még nem beszéltem. De hogy megvan ez az út, megvan ez az ösvény, valahol valamikor elkezdődött mindenkiben ezt, hogy most itt ülhet. Valahol valamikor el lett ültetve az a kis magocska, ami most itt kikelt, és még tele vagytok kétségekkel, én is tele voltam kétséggel, hogy hogy lehet megmaradni egy ösvényen, hogy nem ugrálok el, nem keresem máshol, nem nézem azt, hogy, hogy ki a tanító most már, mert tudom, hogy ki a tanító. <laughs> Nagyon sokat kaptam tőle. Amikor elkezdtem foglalkozni a zennel, a zennek a kérdéskörével, akkor még nem ismertem Csongan Sunimot. Akkor még csak így körvonalazódott bennem valami, hogy nekem valami ilyesmi kell, amikor, amikor leülök és meditálok, hiszen azt tanultam, hogy a buddha így világosodott meg. Láttam a filmet, hogy hogy történt a dolog, hogy kísértette meg őt a mára lányai. És ellenállt, és végigült, és megvilágosodott. És az az ülés volt az, ami, ami nekem egy ilyen, ilyen nagyon nagy beakadás volt, hogy én ezt szeretném csinálni hogy ez tök jó volna, hogy lehet, ezt, hogy lehet ezt végigvinni. Hogy ez egy olyan nagyon komoly motiváció volt bennem, hogy kereső lettem, hogy kerestem egy olyan közösséget, egy olyan felületet, egy olyan tanítót, ahol erről bőve felvilágosítást tudnak nekem adni. Nem itt találtam meg elsőre, el kellett mennem egy másik közösségbe, egy másik hagyományvonalban Kellett egy kicsit elmélyülnöm. Majd amikor ott befejeztem a tanulmányaimat, akkor jött el az a pillanat, az a perc, hogy elgondolkoztam azon, hogy akkor, akkor, itt, itt kell egy tanító. Tehát nem mehet az ember a saját feje után. Nem tudja az ember kitalálni magától, ezzel a kis egóval, hogy mit kell csinálni és hogy kell csinálni kell hozzá egy tanító. Ez egy nagyon fontos dolog. Sokan azt gondolják, hogy előveszem a könyvet, és abból majd jól megtanulom, és leülök, és majd jól megtanulom, és majd én rájövök, és akkor majd úgy megtörténnek a dolgok. Nem fog megtörténni, ha nincs útmutatás. Kell hozzá egy mester. Ebben az állapotban voltam, hogy kellene egy mester, és voltak jelöltjeim, hogy akkor merre induljak el, de nem indultam el valamiért. Húztam, halasztottam, nem indultam el. Ekkor toppant az életembe, Csongan szunim. Nem én jöttem ide. <laughs> ő jött. Nem volt kérdés onnantól kezdve. Bár eleinte csak beszélgettünk. Mindenféléről, az élet dolgairól. Ő nem erőltette a templomot. Én nem tolakodtam. Valahogyan szépen apránként, lassacskán belefolytunk a dologba. Ez az én utam, tehát az, hogy most. Nekem így történt, az az én dolgom. De viszont ti meg eljöttetek ide, és ugyanúgy találkozhattok vele, mint ahogy ma is. Nyitva volt az ajtaja, volt egy pár liter teát veletek, ami nagyon finom, elképesztő jó vele teázni. És rengeteg információhoz juthattatok a templomi élettel kapcsolatosan, a zennel kapcsolatosan, bármivel kapcsolatosan, bármilyen kérdést tettetek föl. Ugyanígy itt, amikor személyesen beszélgettünk, akkor is. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan dolog került a felszínre, ami abba az irányba mutat, hogy a kezdő gyakorlónak, aki először jön el, először próbálkozik, vagy már otthon próbálkozik, de nem igazán találja az utat, annak igenis szüksége van instrukciókra. Igenis, kérdeznie kell attól, aki már gyakorlottabb. Én. Azoknál, akiknek ma egy pár szóval próbáltam segíteni, úgymond egy paraszt hajszállal vagyok, vagyok előrébb, nem sokkal. Ezt be kell látnom. De az is óriási dolog, hogy ezeket már el tudom nektek mondani. Hogy történhetett, hogy ezt el tudom mondani? És hogy történhet meg az, hogy majd ti is el fogjátok tudni mondani, akár egy év múlva, kettő múlva, akármennyi idő múlva? majd az éppen megjelenők kezdőknek, akik szeretnének ebben elmélyülni és gyakorolni. Ez úgy történhet, hogy az emberben felmerülnek az életnek kérdései. Az a saját példámat mondom még mindig, amik ott dübörögnek a mélyben, ezt itt többetekkel megbeszéltük. Megvan a kérdés. De nincs meg a válasz. Honnét jön meg a válasz? A könyvekből nekem nem sikerült. Jöttek nagyon okos dolgok, mindenféle kiadványból. De valahogy mégis mindig azt éreztem, hogy igazán megvilágosodott tanítóktól jönnek azok a mondatok, és azok a szavak, azok a kifejezések, amivel én bármit is tudok kezdeni, és azt tudom mondani, hogy igen ez az. Ez az az irány. Meg kell lenni az iránynak, meg kell lenni a hagyományvonalnak. Meg kell lenni azoknak az embereknek, akik végignézel rajtuk, és azt mondod, hogy igen, ő ez, ő ettől tanult, ő ettől tanult, és ettől tanult, és legvégül a végén ott van mondjuk most Buddha. De Buddha előtt is voltak buthák, ahogy szokták mondani, és utána is. De megvan a vonal. Aki ezt kétségbe vonja, azt gondolom, hogy ostoba, és ezt nyugodtan így kimerem jelenteni, hogy ez nem igaz és nem jó. Tehát, amit én tettem, az a szorgalom, a kitartás és az akarás, hogy választ kapjak a kérdésre. Miért vagyok? Ki vagyok? Miért pont itt vagyok? Miért pont én vagyok? Ki ez? Ki ez, aki beszél? Ki ez, aki kinéz ezen a két lukon? Ha indig nem tudom, <laughs> de gyakorolok, mert érdekel. És hogyha élethosszig kell gyakorolni, akkor addig fogom gyakorolni és közben megpróbálom elültetni azokat a magocskákat, ha nem sikerül ebben az életemben megvalósítani, amit szeretnék, akkor meglegyen az a mag, ami majd a következőben szárba szökken, és meghozza majd azt a felületet és azt az életet, amikor esetleg nagyobb esélyem lesz rá. Bármelyik pillanatban megvilágosodhatunk, azt mondják, én nagyon szeretnék most. <laughs> hát, ha sikerül. halljuk a madarakat. Lehet, hogy egy picit sikerült. Tehát kitartás, egy kis fegyelem és akaraterő. Mind csak ez visz előre, bármit is próbálunk, bármit is próbáltok, halogatással, kis ego játszmákkal, hogy nem érek rá, nincs kedvem, munkám van, sok a dolgom, időt kell szakítani a gyakorlásra. Mindig és minden nap lehetőleg. Ha nem sikerül, akkor be kell pótolni. Csak így van előreadás, csak így tudod felfogni azokat a dolgokat, amit egy-egy darmabeszédkor hallasz, vagy megnézed a videókat. Nem jut el a tudatodig? A tudatot nem. <laughs> De a mentális állapotunkat tudjuk edzeni. A tudat az tudat. Én legalábbis úgy gondolom. Tiszta és tükörszerű az, hogy éppen milyen szennyeződés van rajta, azon lehet dolgozni. Ezen dolgozok én is, és azt javaslom nektek is, hogy ezen dolgozzatok. Sok mindent tanultam, akár a mai napon is. És azt gondolom, hogy ez az út, amin mi járunk, ez egy igaz út. És nem csak gondolom most már, hanem szent meggyőződésem is tudom. Úgyhogy nagyon remélem, hogy még sokszor találkozunk. Sokszor gyakorolhatunk együtt. És nagyon remélem, hogy külön-külön is mindegyik költök egyenként, és most is arra biztatlak, úgy mint délután, hogy otthon is tegyétek ezt. Legyen meg a szorgalomnak kitartás, és meg lesz a gyümölcse. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!